Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Nagyon fontos, hogy egy településnek, közösségnek olyan vezetője legyen, aki tényleg tetrekész, dinamikus, fiatalos, tele van tervekkel, tele van lendülettel, az emberek mögé állnak, és tényleg egyként harcolnak a célokért. Na, mai napon egy ilyen fiatal ember a vendégem, Wurzinger Lóránt, Bodajkváros polgármestere. Szia, köszöntelek téged! Köszöntelek, és sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár TV nézőit, a fehérváriakat is. Tegeződni fogunk, azt elmondjuk az elején, nagyon régóta ismerjük egymást, sőt nem titok, gimnáziumban mi osztálytársak voltunk, tehát igazából álszent lenne a beszélgetés, hogyha magázodnánk, sőt nem is tudnánk úgy beszélni. Én meg őszintén szeretek beszélgetni, úgyhogy ezért ezt elmondjuk a nézőknek. Beszéljünk először a szakmáról, Bodajkról, mi újság van jelenleg Bodajkon, milyen projektek vannak, mi az, ami a közeljövőben megvalósításra kerül majd. Bodajkon nagyon sok szerencsére, ez egyik oldalról, másik oldalról szerencsétlenségre, mert nyilván nagyon sok munka van vele, sok projekt fut. Kettő kicsit idegennel kezdenék, hiszen ezt nem az önkormányzat valósítja meg. A templomnál zajlik egy óriási beruházás, ugye az egész kegy templom, az Arándok udvar megújul, és ugye ennek keretében már felépült és megújult az a Szent Imre Arándok ház is, úgyhogy ezek zajlanak jelen pillanatban, illetve a kastély felújítás, a bodajki Hochburgmiske kastély felújítás, ami pedig jövő tavaszra várható ennek a befejezése. Önkormányzat tekintetében pedig most fejeztük be a műszaki átadása, a hetekben történt meg a régi mozinak, a művelődési házunknak a felújítása. Most a tónál, amivel hogy tudják a nézők, hogy közel van a tóhoz. Igen. Ugye ez nagyon sok minden volt itt az évszázadok során, mert körülbelül egy másfél, majdnem két évszázados épületről beszélünk. Ugye ennek nyilván minden nyugével, úgyhogy ennek szépen a levét is megittuk majdnem, hiszen nagyon sok bonyodalom, sok probléma volt már a tervezéssel kapcsán, aztán a kivitelezés kapcsán is, de lehetőleg jobb módon sikerült felújítani. Most szerencsére a dicsérő szavak is megjelennek, mert tényleg elég impozáns lett az épület. Emellett pedig indítjuk lassan most már a tó környékének a felújítását, és ott is sétányok fognak elkészülni, parkosítás. A malmot szeretnénk egy kicsit új köntösbe helyezni, malomkereket visszaállítani, úgyhogy ott is sok tervünk van, illetve emellett még egy bölcsödét is ki kell gyorsan alakítanunk január 1-ig, és annak az épületblokknak pedig a tetejére is nyertünk pénzt, azt is föl szeretnénk újítani, illetve van még egy útépítési projektünk is, amit még ugyancsak az idejében kell megvalósítani, úgyhogy a település méretéhez mérten elég sok dolgunk, sok pályázatunk fut, zajlik, illetve a háttérben a munkálatai készülnek, úgyhogy annak érdekében, hogy megvalósíthatóak legyenek. Akkor nem unatkoztak, a Bodaj központja, a centrum tényleg nagyon szépen meg fog újulni. Ugye én is jártam arra nem olyan régen, a mozit láttam, tényleg hihetetlenül átalakult, nem is lehet ráismerni arra az épületre. De ott mi lesz egyébként? Tehát, hogyha átalakul, nyilván a külseje nagyon szép, a belsejében mire lesz az alkalmas? A belseje az úgy alakult át, hogy nagyon sok kis zegzú volt benne, ahogy a funkciók követték egymást tényleg az évszázadok során, és annak megfelelően mindig próbáltak valamit alakítani rajta. Egy kedvencemet emelném ki, ez a mozigépész folyosó volt, hiszen ugye moziként is működött, és utána ugye művelődési ház, de ez egy óriási problémát jelentett. Tehát a kivitelezésen ez is egy óriási probléma volt ennek a mozigépész folyosónak a kiváltás, ez most egyben lett nyitva a nagy teremmel. A 140 pár négyzetméteres teremből most ugye 205 négyzetméteres valóban nagy termet sikerült kialakítani, és ez a mozigépész folyosónak annyi volt a lényege, hogy gyakorlatilag egy ilyen 70-valahány négyzetmétert a maga kis majdnem 200 légköbméterével fütöttünk folyamatosan, ugye az évtizedeken keresztül semmiért, hiszen semmi funkciója nem volt azon kívül, hogy pár szekrény volt rajta, most viszont valóban ugye a nagy teremnek a részévé vált. Illetve ezen kívül még egy kis terem is kialakításra kerül, ez azért praktikus, mert nagyon sok önszerveződő közösségünk, sok civil egyesületünk van, akik folyamatosan használják az épületet, és akkor így egyszerre két helyre is el lehet őket rakni, tehát egyszerre két programot is meg lehet tartani, szinte hermetikusan elzárva egymástól a két helyszínt, úgyhogy nem, tehát bármi programot csinálnak, ha nem túl hangosak, akkor nem zavarják egymást, úgyhogy ezért is fontos, illetve a hátsó részében az épületnek, amik korábban a régi időben lakások voltak, ezekből is olyan kis stúdióméretű termeket tudtunk kialakítani, amit ugyancsak önszerveződő közösségek fognak tudni használni. Úgyhogy így néz ki az épületnek azon része, amit az önkormányzat tud használni, és a gyógyszertár felüli vége az épületnek, a főút felüli vége, az pedig a rendőrségé lesz. Ideig is a rendőrség volt benne, de körülbelül most egy ilyen négyszer akkora helyet kapnak. Úgyhogy a titkolt vágyunk itt a kapitány úrral közösen, hogy egy bodajki rendőrőrsöt hozzunk majd egyszer valamikor létre. Nyilván most már az élő erős
állományt kell majd úgy felfejleszteni a Móri rendőrkapitányságnak, hogy Bodajra is akkor a mennyiségű rendőr tudjon átjönni, ami egy őrshöz méltó. Első lépés ennek talán az lenne, hogyha a bakonyai részről a rendőrök ugye itt tudnák fölvenni a munkájukat, a körzeti megbízottak, már az is egy óriási előrelépés lenne, hiszen akkor az élőerős rendőri jelenlét sokkal nagyobb lenne Bodajkon, úgyhogy már ez egy óriási előrelépés lenne. Persze, tehát akkor út, mozi, ugye kulturális helység, tó, idegenforgalomnak is ugye tó az majd jót tesz, hiszen tudom, amikor én gyerek voltam, amikor ugye a Bodajki tó ismételten megnyílt, tehát a 90-es éveknek ugye a közepe, 92? Valahogy így, igen, 92. És voltam lenn fürdeni, nagyon sokan voltak. Aztán utána volt ennek egy ilyen leáldozó ága, hogy én megfigyeltem, és azért tudom ezt mondani, mert akkor rengetegen voltak, és biztos, hogy erre van igény, és sokan be fognak látogatni Bodajkra. A tóval kapcsolatban az az érdekesség, hogy ez egy artézi tó, források táplálják, de ugye ezek a források 68-ban elapadtak az ismert Balinka-bányai bánya robbanás miatt, és ugye akkor ott 30 évig üresen állt. És akkor 92-ben a rendszerváltás után az akkor önkormányzatnak ez volt a víziója, hogy ezt a tavat új élettel kell megtölteni. A partfal föl lett újítva, az aljára agyagpaplan került, erre zúzalék, és akkor ugye így lett a vízzárás megoldva, és mesterséges úton egy furtkútból lett feltöltve. Viszont ugye itt a 2010-es év csapadékossága meggyorsított azt az eseményt, ami a bánya bezárása kapcsolatban ugye a karsztvíz szint emelkedést hozta, és ez ott hatványozottabban még jobban megemelkedett, a források megint erőre kaptak, és átfúrták már az agyagot, és ugye föl kell szedni ezt az agyagpaplant az aljába, úgyhogy most újra természetes úton töltődik a Bodajki tó, viszont nagyon nehéz így kezelni a vizét, tehát egy szakértőt hívtunk a Soproni Egyetemről, aki azt mondta, hogy hát polgármester úr, 200 tavat rendbe raktam már, de ezt nem tudom egyszerűen dimenzionálni, mert ez se nem természetes, se nem mesterséges tó, de ez nem is állóvíz, de nem is folyóvíz. Tehát, hogy ezért vagyunk nagy bajban, hiszen a források ugye benn vannak magában a mederben, hogyha egy átfolyó rendszer lenne, akkor sokkal jobban lehetne kezelni, mert a vízhozamot is lehetne változtatni sok mindent, így egy kicsit nehéz a helyzet, és azért azt valljuk be őszintén, tehát a mai emberek azok már a wellness világához szoktak, tehát az, amiben mi 92-ben, 3-ban, 4-ben, 5-ben fürödtünk, nem lehet labdába rúgni az, most már az nyilván, azért. Hogy nem ugyanaz a dimenzió, igen. De nyilván, hogy van egyfajta kereslet erre. Az, hogy ez látványtó lesz, vagy fürdőtó a jövőben, az nyilván majd a természet és a felhasználók fogják majd szerintem valahogy közösen eldönteni. De rajta vagytok a megoldáson. A megoldáson rajta vagyunk, nem egyszerű. Persze. Amúgy egy viszonylag rém egyszerű megoldása van az egésznek, de a felújítás miatt most ezzel mi nem akartunk foglalkozni. Amúrt kell beletelepíteni a tóba. Erre volt már próbálkozás. Az abból a szempontból sikeres volt, hogy az amúrok tényleg megették a növényzetet, ami képződött, igen, a tóban, viszont túl sok amúr volt benne, és gyorsan kiették a növényzetet, utána meg ugye égkoppon maradtak, és le kellett őket halászni. Ezt Vörös Lajos professzor úr, a Tihanyi Limnológiai Intézetnek a professzora is megtette ezt a megállapítást, csak ő azt fogalmazta meg, hogy ez gyakorlatilag egy véget nem érő történet, mert nagyon-nagyon nehéz, tehát őnek 5 év, most a tóra nem emlékszem, hogy melyikre mondta, 5 év alatt nem tudták beállítani azt a tökéletes egyensúlyt, hogy hol van az amúroknak a száma és a tó méretéhez kapcsolódóan az a határ, hogy ne kelljen vagy beletenni, vagy kivenni a halakból a tóba. Tehát pont azon gondolkodtam, hogy a tudós társadalomnak a második legnagyobb kívás a koronavírus vakcina, utána Bodajki tónak. Valahogy így a rendbetétele. Nagyjából reméljük, hogy megoldódik. Reméljük nem. Igen, reméljük, vagy nem persze. Na és beszéljünk rólad, hogy azért hívtalak ide, hogy bodajkozzunk, meg beszéljünk rólad is egy kicsikét. Gyerekkorodban te már, vagy látszódott rajtad, hogy valami ilyesmi irányba szeretnél menni, hogy sokat tettél a közösségért, társadalomért, iskolába, benne voltál minden szervezetbe, vagy teljesen másfajta gyerek voltál? Hú, ez jó kérdés, amúgy Bodajk érdekesebb, mint Wurzinger Lorenz szerintem, de egy biztos, hogy Bodajkot nagyon szerettem, arra szerintem te is emlékszel a középiskolában, hogy nagyon sokat beszéltem, meg meséltem mindig Bodajkról, meg Bodajkiakról. Igen. Nem fogalmazódott meg szerintem akkor így bennem. Sokkal óvodára emlékszem, hogy mi szerettem volna lenni, búvár. És igen, közben víziszonyom lett, tehát ezek ilyen érdekes fordulatok így az életemben, és minden mellett meg nagyon jól úszok, hogyha látom, hogy mi van alattam. Igen. Tehát hogyha emlékszel rá, ott az úszodában, amikor el kellett menni, mindig az első háromba voltam, van, a reggeli, igen, tornákon, igen, és akkor, mert ugye nekünk még akkor ilyen is volt, hogy úszodába kellett járni reggelente. Így van, ilyen galád dolgok. És
és aztán utána nagyon sok minden akartam lenni. Az viszonylag hamar megfogalmazódott bennem, egész pontosan tudom, hogy 7. osztályban, hogy földrajz történetesi szakos tanár szeretnék lenni, és ugye ebből maradt a földrajz. Földrajz, így van, és ugye Pécsen így is földrajz tanári diplomát is szereztem a geográfus mellett, meg aztán később a turisztika szakértői diplomát is megszereztem. Tehát, hogy ez a vonal, meg a sport. Uh-huh. Tehát, hogy ez volt mindig, a kosárlabda és a foci, ugye. A foci edzői B-licenszem is van, ugye edzőként dolgoztam 10 évig, Magyar Labdarúgó Szövetségnek is egy 7-8 évig körülbelül, úgyhogy... Tehát Budaikot egymagad turisztikailag ellátod. De Toron is nagyon szakszerűen beszéltél úgy itt a megoldásokról, tehát ott már azért hallatszott, hogy konyítasz valamit a témához, meg ugye akkor sportéletben is jó vagy, tehát igazából megoldasz több feladatot te Budaikon egy személyben. Jó lenne, hogy ez vagy, csak így menne, igen, persze. Igen, úgyhogy a politikai irány az pedig az egyetem után kezdődött el, valamikor, azt nem tudom így pontosan megmondani, viszont az egyetem alatt így már megfogalmazódott bennem, hogy a közélet mindig is érdekelt, hogy mi történik a településsel, illetve mi történik Magyarországgal, hiszen a nagy politika iránt is nyitott vagyok ebből a szempontból, és az egyetem alatt fogalmazódott meg bennem az, hogy ez most lehet, hogy ilyen mostani időkben egy kicsit ilyen fennkölt lesz, vagy nem, de az, hogy 3 diplomát szereztem, viszonylag kevés ráfordítása, hiszen ugye 98-ban kezdtük el a felsőoktatási tanulmányainkat. Ugye akkor lett ingyenes az oktatás, ugye ez nyilván nem titok, az Orbán kormánynak köszönhető, és én ezt már akkor megfogalmaztam, hogy valamilyen formában ezt meg szeretném hálálni, és akkor 2005-ben léptem be a helyi Bodajki Fidesz csoportba, és akkor se ilyen. Tehát nem ilyen célra, hogy polgármester, polgármester leszek, vagy képviselő leszek, és a 2006-os választások előtt a Schmidt-Ferenc akkori országgyűlési képviselő, illetve a mostani képviselő úr Törő Gábor voltak azok, akik ösztönöztek erre, hogy a 2006-os választásokon induljak el, igen. Nem polgármesterként, akkor ugye képviselőként. Uh-huh. És akkor onnan indult ez a történet. Ugye ott van egy érdekes csavar, hiszen minden ember életében vannak ilyen furcsa csavarok, hogy akkor nekem volt egy megkeresésem Amerikában, hiszen egy nagyon jó, a családunknak egy nagyon jó barátja, aki egy 56-os disszidens volt, Chicagóban élt, Poszli Sándor, ő keresett meg az egyetem elvégzése után, hogy menjek ki hozzá, sajnos neki nem lett a gyerekük, úgyhogy mindig ez a honvágy egy valami forma visszaköszönt, és szerette volna nyilván, hogy a magyar nyelvet gyakrabban hallja, és akkor ő biztosított volna nekem szállást, meg keresett volna munkát, csak hogy menjek ki, annyi volt, hogy mondtam neki, hogy mondom, van már egy ilyen megkeresés, képviselő úr, illetve hát akkor ugye Törő Gábor úr még csak a segítője volt, a kampányfőnöke volt a Schmidt-Ferencnek, hogy van itt egy elköteleződés, mondom, ezt várjuk meg, hogy mi lesz 2006-ban, hogy a településnek szüksége van rám, akkor ezt nézzük meg, és akkor majd utána tárgyaljunk újra. Akkor a Bodajkiak úgy döntöttek, hogy Wurzinger Lórendnek képviselőként helye van a képviselő testületben, és ugye azóta is, és akkor nyilván ez a megkeresés ez így érvényét vesztette, úgyhogy így nem lett Donald Trump. Az sem meg sok minden más, de nem. De voltak én egyébként? Tehát látogatóba kimentél azért? Nem, szüleim voltak, én nem. Nem is tervezett, hogy kinémész látogatóba, megnézed, mi újság van ott. Ezt nem tudhatom, hiszen unokatestvéreim még kint vannak Pittsburgh államban, úgyhogy ezt majd még meglátjuk. De akkor megvan a lehetőség, igazából ki tudnál menni. Mert látogatóban mindenképpen, de attól hosszabban nem. Aha. Amikor polgármester lettél, ugye nyilván ez egy nagyon nagy dolog, rengeteg munka, rengeteg felelősség, fizikálisan, érzelmileg, lelkileg azért rengeteg dolog van, nem csak szép van, nagyon nehéz oldal is, amit tényleg nehéz elviselni. Nem féltél attól, amikor mondjuk elsőbb bement hivatalba, hogy úristen, én vagyok Bodaj polgármester, tehát jó ég, mi lesz most? Nem volt benned ilyen? Erre könnyen tudok válaszolni, nem. Nem? Aha. Nem, mert nyilván nem, tehát minden ember más, de ugye mivel én, hogyha úgy mondjuk végigtapostam a ranglétrát, tehát képviselőként kezdtem, majd alpolgármester és polgármester székbe így tudtam beülni, illetve ugye voltam a megyei közgyűlésnek is tagja, illetve még korábban pedig a megyei közgyűlés kisebbségi bizottságában is voltam külsős
bizottsági tagként. Tehát ugye ezeket a ranglétrákat úgy gondolom, hogy egész jól végigjártam. Úgyhogy nem ismeretlen lovat nyergeltem. Tehát, hogy ez abszolút nem volt bennem. Sok minden más volt, ez nem. Tehát nem féltem tőle, tehát mindig ezt mondom, hogy én választottam magamnak, de az emberek, a bodajki emberek bíztak meg gyakorlatilag ugye a választás útján, de én választottam magamnak, én váltam jelölté, tudtam, hogy mire vállalkozok, és ilyenfajta druk nem volt bennem. Aha. Kritikát ugye kap azért minden polgármester, minden közszereplő, mondjuk így. Azt hogy viseled a kritikákat, mondjuk amikor tényleg úgy beszólnak, bántanak, mert biztos ilyen is van, de nem csak a jókat kapja az ember, aki én is tudom magamról, ugye a rádióból, tévéből, te is tudod polgármesterként, hogy azért valamikor úgy nekiesnek az emberek, azt hogy viseled a lelkileg? Hazat viszed, cipeled magaddal, rágódsz rajta, vagy elengeded? Könnyen viselem, tehát hogy mivel tudom, hogy milyenek az emberek, tehát hogy ez nem mindig nekem szól. Tehát hogy te is tudod, hogy a rád eső kritika nem mindig neked szól. Sok élethelyzet van, amit nem tudjuk, hogy mi hozhatja ki az adott emberből. Nyilván a saját baja is benne lehet, sok minden. Tehát nyilván, hogy olyan világban élünk, olyan materiális világban élünk, hogy igazából bármi teszel, bármi jót teszel, már a következő másodpercben ott van a következő feladat, amivel meg kell birkozni. És nyilván, hogy ez egy mókuskerék, tehát hogy nem tudsz mindig jót tenni, mert van egy nagyon jó példám erre, a Vörösmarty utcát és az Arany János utcát egyszerre megcsináltuk az árkot, ez az előző ciklusban, 2016 környékén volt, és egyszerre két utcát árkot felújítottunk, ilyen még sosem volt Bodajkon, és már akkor volt másik három utca, hogy miért azt a kettőt, miért nem azt az övéket, vagy mi tudom én. Tehát, hogy ezért mondom, hogy és ez az óriási, tehát a Bodajki Egyetem 15 millió forintos, hogyha jól emlékszem, beruházás volt saját finanszírozásban, és ezért mondom, hogy nem tudsz mindig jót tenni, arra törekszem, de tudom, hogy tökéleteset nem lehet sajnos létrehozni, hiszen emberből vagyunk, gyarlók vagyunk, úgyhogy nyilván mindenki szeretné, hogy az ő portája előtt legyen a legszebb a rózsa, meg a tulipán, meg a nem tudom mi, az ő járdája legyen a legszebb, az ő útja legyen a legkátyúmentesebb. Úgyhogy ezért, hogyha az egyik helyen beavatkozunk, akkor a másik oldalon már biztos jön a kritika, hogy miért nem ott. Úgyhogy hogy ezekre is készültem, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt így viszonylag könnyen át tudom ezeken magam tenni, de túl tudom magam tenni. Inkább az olyan dolgokat szoktam így érdekes módon magammal vinni, amiben viszont nincsen semmi ráhatásom. És az ezek inkább a magánélet, de a feleségem ezen nagyon mosolyog, tehát az, hogy a Barcelona kikapott hétvégén, ezt sokkal nehezebben tudom feldolgozni, vagy a Fradi, vagy mit tudom én, tehát hogy semmi ráhatásom nincs, és akkor ott azon sokkal többet szoktam fortyogni, mert azon nem tudom megoldani, viszont nyilván itt, hogyha mondjuk egy utca már megvan, akkor tudom, hogy a sorrendben mi lesz a következő, most is tudom, hogy miben szeretnénk legközelebb, melyikkel szeretnénk legközelebb foglalkozni, úgyhogy... Tehát ez fontos, hogy ezeket el tud viselni, kell, ugye említetted a feleséget, pont ezt van a következő kérdésem, kell egy stabil háttér, szülői, családi, és ugye a te családodnak a hátteréről beszéljünk egy picikét, ami elárulható, hogy családügyileg hogy vagytok, hogy álltok, mi újság van. Hát ugye 7 éve vagyok nős, egy 9 éves stabil kapcsolat. Ez fontos, mert a mai világban ez ritka viszonylag. Igen. Ez jó. Reméljük, hogy még hatványozottan nagyon 7, illetve 9 év lesz belőle, és ugye ennek a két gyümölcse Levi és Szofi. Levi 6 éves, ő reméljük, hogy most kezdi az iskolát, tehát rendesen, ahogy mi beballagtunk. Marad Bodajkon? Igen. Szofi pedig az óvodát kezdi, most ő 3 éves volt. Ugye ezt a klasszikus értelemben vett dolgot azért mondtam, ugye, mert most tudjuk, hogy várjuk mindannyian a holnapi bejelentést, hogy mi lesz a vírus helyzettel kapcsolatban. Nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha hagyományos értelemben véve tudná elkezdeni. Nem ilyen távoktatásban, úgyhogy... Nagyon jó lenne, mert ugye nektek is ez egy nagyon nagy küzdés, meg minden szülőnek nyilván, hogy a távoktatás az volt, és jön még egy ilyen tényleg távoktatásos rendszer, az brutális következmény. Mind a családi kapcsolatokra, ugye? Mindenre. mind pedig financiálisan minden, hogy persze. Hogy kapcsolódsz ki? Ugye fontos, hogy kikapcsolódj. Van-e időd erre, hogy kikapcsolódj? Fú, nincs nagyon, ezt őszintén mondom, hogy nincs. Mert valakinek nincs rá igény, hogy nagyon elmenjen. 2016-ban vásároltunk egy házat, ugye most is ott lakunk, ez egy háromszintes, elég nagy ház. Nagyon-nagyon rossz állapotban volt, 9 évig nem használták, ez a volt doktornőnek a háza volt,
És amikor beköltöztünk, annyi pénzünk volt, hogy a középső szintet tudtuk rendbe rakni, ahol lakunk. Úgyhogy a házon annyi munka van, hogy gyakorlatilag ami bármi szabad időm képződik, akkor azt gyakorlatilag ott töltöm el. Úgyhogy küzdünk a vízzel, hiszen a patakparton vagyunk, úgyhogy nagyon sok dolog meg munka vár ránk, de azért most jövő héten egy kis kigapcsolódás Sárváron is belefér 5 nap. Úgyhogy, az igen, tehát nyarán úgy mész, remész az egyik szintre, vagy feljebb mész. Igen, a tetőre nagyja, és ki tud választani. Igen. Éppen, nyilván a gyerekek nagyon várják, tehát hogy ő miattuk a legfontosabb talán ez, meg tényleg az, hogy egy kicsit kicsit kilendüljünk, úgyhogy... Világos. Úgyhogy. És mennyire vagy házias mondjuk ettől eltekintve, főzés, konyhai dolgok, mert ezt nem tudom rólad, hogy hogy állsz ezzel a dologgal. Hát erre mindenféle szép azt lehet adni. Zacskos leves? Igen, mondjam. Spagetti és tojásrántottat. Amit a kollégiumban nem csináltunk nagyjából, igaz? Tehát ez zacskos leves, meleg szendvics. Igen, viszont ugye az is egy bodajki nagy rendezvény, a forradbor főző verseny. Forradbort azt nagyon jól tudok csinálni, igen? Csak hát azt ugye... Na, majd azt azért alkalmattán szabad csak fogyasztani. Nyilván ez nem hét. Úgyhogy a házasság szempontjából... Aha. Igen, tehát hogy párod egyébként a 10% körül. Mivel foglalkozik? Neki mi a szakmája? Ő hát ugye most jelen pillanatban Gyeden van, ügyesen, bocsánat, és szeptembertől megy vissza, ő a Móri járás hivatalnál dolgozik. Mm. Tehát akkor szakmabeli nagyjából, tehát igen. Nagyjából hasonló szakmát űztök, nyilván egy hivatalra gondolok itt önkormányzatnak. Igen. A másik ugye lassan közelünk a műsor vége felé, jövőbeli tervek, magánéleti tervek, meg Bodaj kapcsán milyen tervek vannak, ami így belátható közeljövőben meg szeretnéd valósítani. Magán életbeli tervek azok, amiről az előbb mondtam, jó lenne egyszer a házunkat. Hát befejezni nem fogjuk tudni, csak egy olyan állapotra hozni, ami már így elfogadható, az mindenképpen nagyon jó lenne. Meg hát szerintem mindenki szeret, hogy minél több időt tudjon a gyerekeivel foglalkozni, minél többet tudjon a családjával foglalkozni, erre azért azt látjuk, hogy azért kevés az esély. De ugye most Levi most lesz iskolás, ahogy mondtam, azért szeretnék neki segíteni sokat. Tehát most a tanulás az már egy olyan állomás, ami nagyon fontos, úgyhogy ebben mindenképpen sokkal nagyobb szerepet szeretnék vállalni. Meg azért nagyobb figyelmet szeretnék rájuk fordítani. Azért nehezen kapcsolódok ki, és nagyon sokat jár az agyam, és akkor feleségemtől mindig meg szoktam kapni, hogy, tehát, hogy ott vagyok, de csak testben. Itt tedd már le, itt vannak a gyerekek. De lélekben meg össze-vissza. És Bodaj kapcsán? Bodaj kapcsán pedig ugye jövőre fog indulni a 27-es uniós támogatási ciklus, úgyhogy erre is nagy terveink vannak. A tó környékének, tehát hogyha ezt az első lépcsőt meg tudjuk tenni, akkor ott is további fejlesztéseket szeretnénk indukálni. Talán az lesz a gócpont, így folytatólagosan, és nyilván nincs olyan utca, amit nem lehetne végtelenségig aszfaltozni, árkokat felújítani, tehát minden, ami a lakosság komfort érzetét javítja, illetve nyilván vannak nagy tervek is, azokat most meg azért nem szeretném mondani, mert hogy a tervek akkor érnek valamit, amikor majd meg is valósulnak, de ami még fontos tényező az ipari területünk, hogy oda szeretném, hogy minél több cég, minél több élet telepedjen be az ipari területbe, hiszen az onnan befolyó bevételek azok, amik a településnek a mallát tovább tudnák vinni. Persze. Bodaj kapcsán nekem a műsor vége felé még egy élmény, nekem a búcsúról vannak élmények, bodajki búcsú az legendás, tehát az gondolom, hogy országosan ismert a bodajki búcsú, és rengetegen járnak még, ez még mindig megvan, gondolom ez a szokás. Ez így van, ugye a bodajki búcsú, azt kell tudni, hogy a történelmi Magyarországot is figyelembe véve, tehát a Trianon előtti Magyarország területét is figyelembe véve a legrégebbi búcsú járóhely Bodajk. Nyilván, hogy a fejlesztések is azért indukálódnak ott, hogy azért ennek a méltó rangját megteremtsék, és illetve megőrizzék, úgyhogy ez Tamás atya abszolút partner ebben, nagyon lelkes és tetrekész plébános. Igen, ő egy plébános, jelenség, tényleg a szó értelmében. És ugye Püspök atya is az első áldozók zarándok helyévé nyilvánította ugye Bodajkot, ez azért fontos, hiszen a megyében első áldozó gyerekek is legalább ugye egyszer eljutnak, és akkor egy élete szóló élményt szereznek, ami által talán visszajönnek, úgyhogy hogy ezt az több évszázados hagyományt ezt mindenképpen szeretnénk továbbvinni. Na, legyen így, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velük legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.